Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, akit régen várt az egész világ. Betlehembe kibimbózott zöld ág, király nemből méltóság. A bukovinai székelyek 250 éves történetük során számon tartották egykori szabad székely eredetüket. Bármerre vetette őket a sors, mindenütt hűek maradtak magyar nyelvükhöz, kultúrájukhoz. Elhagyva a székelyföldet az 1700-as évek utolsó évtizedeiben egy a Kárpátokon túli térségben, a sok nemzetűségű Bukovinában hozták létre magyar falvaikat, és példátlan módon megsokszorozták létszámukat. A 19. század utolsó éveitől falvakat alapítottak az Aldunán, Dél-Erdélyben, Szatmár megyében, de a messzi Kanadában és Brazíliában is. A bukovinai András falva, Hadik falva, Fogadj Isten, Isten segíts és József falva népe, több mint 3000 család 1941-ben települt haza Magyarországra. 1945-től Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye falvaikban élnek. Áldás békességet kívánok az új esztendőben a szent angyalokkal és a betlehemi pásztorokkal egyetemben, úgy szólván dicsértessék a Jézuskának szent neve, és legyen békesség a földön a jó akaratú embereknek. Amen. A betlehemi pásztorokat szíveskedjenek befogadni. A bukovinai székelyek betlehemes játéka, a csobánulás, a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokás, eredetileg házaló népi színjáték, melynek mára főként színpadon, iskolákban, szabadtéren, vagy akár templomokban és egyéb helyeken bemutatott változata terjed. A 10-12 szereplős játék résztvevői egy-két kivétellel mindenütt férfiak, fiú gyermekek. Míg régebben a házas emberek szokása volt, ma már főként a fiatalabb korosztály alkotja a csoportot, kiegészülve egy női kórussal, akik népviseletben kísérik a játékot. A vallásos jellege, adománygyűjtő és szórakoztató szerepe mellett az utóbbi évtizedekben a bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése, a hagyományok éltetése a célja. A székelyföldi eredetű karácsonyi népszokást a Bukovinában eltöltött másfél évszázad, majd a rövid bácskai tartózkodás alatt végül 1945 után a mai lakóhelyén Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye településein is megtartotta a közösség, mely mára annak szimbólumává vált. Ahogy a betlehemes játékának, úgy a történetének középpontjában is a szálláskeresés áll, hiszen a hagyományokhoz való ragaszkodásukról, erős összetartozás tudatukról ismert népcsoport 250 éves történelme alatt többször kényszerült arra, hogy szülőföldjét, lakóhelyét elhagyva újabb és újabb vidékeken találjon otthonra. A csobánolás a bukovinai székelység eddigi 2,5 évszázados története során megőrzött karácsonyi népszokása, mely már a népcsoport jelképévé vált. Az eredetileg házaló színjáték a felnőtt, házas emberek adománygyűjtő szokása volt, ma a bukovinai székely hagyományőrző csoportok elevenítik fel a csobánolást. Mivel a közönség már nem minden alkalommal ismeri az előadandó történetet, nem énekli a szereplőkkel az énekeket, így lassanként állandó kísérője lett a szereplőknek a székely viseletbe öltözött kórus. Szintén a megváltozott körülmények tették szükségessé, hogy a hagyományőrző csoportok előadásaiban egy székely szobabelsőt jelenítenek meg, a betlehemest házába befogadó, viseletbe öltözött párral, családtagokkal. Ezt a színpadi képet nem csak színpadon, hanem szabad téren és más helyszíneken is alkalmazzák. A játék szigorú rendtartása az évtizedek alatt sokat változott. Ma a felkészülés sokszor már októberben elkezdődik, ha az adventi időben felkérést kap a csoport a csobánolás bemutatására. Házakhoz főként karácsony első napjától apró szentekig mennek. Többségében van azonban a színpadon, szabadtéren, templomokban, intézményekben előadott betlehemes. Míg korábban a játék kifejezetten a bukovinai székelyek körében élt, úgy ma már a székelyek lakta települések mindegyikén a karácsonyi időszak kiemelt, mindenki által ismert, számon tartott népszokásaként él.
A szereplők az utcán meghatározott rendben vonulnak, elől a király szolga a Betlehemmel, utána a király, majd az angyal, Mária és Szent József, végül a csobánok, a betlehemi pásztorok, csak a kecskepásztor szaladgál a csoport előtt, a furulyás pedig a Szent Pár után halad. Az éjszakai vonulás rendje megváltozik, ilyenkor megcsendesednek a csobánok. A Betlehemet átveszi a fekete csobám, a király és király szolga pedig két oldalt kísérik kivont karddal. Az utánuk jövő Szent Pár és az angyalt pedig közre fogják a csobánok. A színjáték világos, mindenki számára érthető módon és formában jeleníti meg Krisztus születését és körülményeit. Mint a népmesében, itt is megjelenik a gőgös király alakja, aki kiutasítja házából a hidegben fagyoskodó szegény embert. Szerelmes királyom, fogadj B-házadba, fizetést nem szántunk ez egy éjszakára, bizony megfizetné az egeknek, ura. Hogy én B-reszelek? Abban nálam nem kapsz, a királyi házamtól ezzel már indulhatsz. A csodás jelre útnak indul a három csobám. A vidám és segítők és csobánok megvigasztalják Máriát, és jelképes ajándékaikkal örömet okoznak a kisdednek. Az előadás mód is azt a célt szolgálja, hogy a közönség, a hívők minél pontosabban és könnyebben megtarthassák emlékezetükben a történetet. Húzzá, barátok! Mert a szép muzsika megér három fortúrát! Kiski bocskorának talpát hőtől ne sajnáljon! A játék tetőpontja, amikor a pásztorok örömükben táncba, éneklésbe kezdenek. A furulyás pásztor játszik. Ez az egyetlen alkalom, amikor a bukovinai székelyek tánc közben használják a furulyát. A játék egyik mozzanata a pásztorok körtánca, amelyet a jászol előtti hódolat befejezéseként járnak, összefogódzva vagy összefogódzás nélkül. A pásztorok csörgős botjukat maguk előtt rakosgatva, ütemesen, kibefordulva táncolják a lassú és gyors részből álló táncot, melyet a kutatók a balkáni, újévi farsangi maszkos játékok közvetlen rokonának tartják, és valószínűsítik, hogy a régebbi bizánci és az antik dionüszoszi termékenységi szertartások öröksége. A szobában, mint színpadon nagyon fontos a szereplők elhelyezkedése, ezzel jelzik a játék különböző helyszíneit. A térbeli és időbeli távolság áthidalására szolgál a mozgás, és az ezt rendszerint kísérő ének. A házaló színjáték műfai jegyeit a beköszöntő és záró formulák, valamint az ajándékkérés jelenetei mutatják. A történetet váltakozó hangon adják elő. Próza és vers, természetes beszéd, recitálás és éneklés váltakoznak egymással, ami sajátos ritmust, lüktetést ad az előadásnak. Dicsértessék Krisztus! Az magos mennyekben, ki kegyelmeteket hagyta egészségben. A játék szövege és drámai kompozíciója alapján Majland Oszkár, majd Benedek András a bukovinai játék forrását Csíksomlyóhoz kötik. Feltételezésük szerint a szöveg már a határőrszervezés következtében megindult kivándorlás előtt ismert volt. Az azonban még nem bizonyított, hogy a bukovinaiakat a betlehemezés szokását és a szövegeket még a Székelyföldről vitték-e magukkal, vagy később tanulták a körükben szolgáló papoktól. A népcsoport 1941-es kimozdítása előtti évenkénti, két évente vagy öt évente megalakuló betlehemes csoportok, még a Dunántúlon az 1950-es évek elejéig felkeresték a vegyes nyelvű és etnikumú falvak házait, hogy bebocsátást kérjenek és előadják a kis Jézus születésének történetét. Az úgynevezett szertartás mesterek, énekvezetők, kántorok a közösség kulturális életének szervező erői, irányítói voltak korábban, még bukovinai tartózkodásuk idejében. Ez a nemzedék biztosítja a szokás rendszeres gyakorlását 1952-ig, sőt másfél-két évtized múlva ismét ők kezdeményezik és elevenítik fel a játékot, de már házalás nélkül. Az 1960-as évektől a játék bizonyos mértékig függetlenedett, mind az egyházi, mind a családi ünneptől. Megszűnik a praktikus adománygyűjtő cél, háttérbe szorul a kultikus cél, és egyre hangsúlyosabb a szórakoztató szándék. Hosszú, kényszerű szünet után 1958-ban Zombán az egykori hadifalviak újították fel a játékot. Ezt követően az általuk elkészített és használt kellékek, öltözetek a Néprajzi Múzeumba kerültek. Szintén 1958-ban Izményben filmfelvétel készült az Andrásfalviak játékáról. 1964-ben a Kakasdól lakó volt Andrásfalviak elevenítették fel a betlehemes játékot, amelyet a televízióban is közreadtak. A szokás megújulását
ezek a sikeres példák elősegítették a többi településen is, de lehetővé azt tette, hogy a betlehemezés igen élénken élt még az emlékezetben, s erős érzelmi kötődéssel ragaszkodtak hozzá. Az 1960-as évek közepétől kezdve napjainkig követhető gyakorlattá vált a játék színpadi bemutatása. Az előadásokról számtalan televíziós felvétel, filmek, videók sorozata készült. Segítségükkel már nem csak a szövegváltozatokat, hanem az előadásban megvalósuló újraalkotási folyamatot is megfigyelhetjük. Az 1990-es években a felújításoknál újra a vallásos szerep kerül előtérbe, s mellettük megjelenik a reprezentációs funkció, területi és etnikai hovatartozást képviselve. A játék életben tartását szinte kizárólag a hagyományőrző csoportok vállalják, amelyek sokszor már hónapokkal az adventi időszak előtt meghívást kapnak országos és nemzetközi betlehemes találkozókra, amelyeken a bukovinai székelységet képviselik, szomszédos településekre, közeli városokba, ahol karácsonyi műsor keretében színpadon, szabadtéren, utcán vagy templomban mutatják be a játékot. Ezzel párhuzamosan él a dramatikus játék eredeti házaló formája is. Évente más-más családok vállalják azt a nem kis áldozattal járó tisztet, hogy a csobánokat házukba fogadják. Tehát már nem kizárólagosan és a színpadon előadotthoz képest jóval kisebb arányban, de gondot fordítanak a szervezők arra, hogy megőrizzék a hagyományos előadásmódot. Az utóbbi években Pest megyében, Érden, Bács-Kiskun megyében, Csátalján és Garán, Baranya megyében, Hidason, Tolna megyében, Kakasdon, Tevelen, Izményben, Kítyen működtek betlehemes csoportok, amelyek a környező településekre rendszeresen kapnak meghívást a karácsonyi időszakban. Általában november végétől december 28-áig, apró szentek napjáig tartanak. Jellemzővé válik, hogy december 24-e vagy a december 25-i szentmise előtt, vagy azt követően a falu előtt bemutatkozik a csoport, amelynek szervezői a helyi egyházak papjai. A betlehemes játék kitűnő példája annak, hogy a népi kultúra, az etnikai identitás és a vallás egymást erősítő tényezők.